Kívülről úgy tűnt, mintha vegyes, úgy, mintha ha nem is parkolópályára került volna a te életedbe, de azért nem ez volt a fő csapásra. Gondolom, ez most nagy elégtétel. Igen, de meg kell mondjam, én most a döntő előtt is úgy éreztem, hogy ezt a vegyest annyira nem kell erőltetni, mert valahogy a pillangóhoz egy kicsit közelebb húz a szél, meg bármi más úszáshoz, mint a vegyes. Most ez egy kicsit így visszaadott az önbizalmamnak és a vegyesbe vetett hitemnek, de majd meg kell nézni, hogy tényleg mi az, ami igazán meg tud mozgatni. Ez most nagyon tetszett, ez a 200 vegyes, hát nagyon örülök az Európa csúcsnak, főleg, hogy ennyivel megjavítottam. Rég volt már, amikor Európa csúcsnak tudtam örülni. De mi volt, ami miatt berzenkedtél a vegyes miatt? Tehát te magad is azt mondod, hogy a verseny előtt úgy érezted, hogy nem biztos, hogy ez neked most makkol. Hát igazából ugye az elmúlt években a vegyes úszás az olyan ment is, nem is ment, nem volt olyan kiemelkedő, ugye el voltam, de nem volt semmi olyan kirobbanó, ami önbizalmat adhatott volna menni, és hát igazából ez nem adott nekem elég önbizalmat, de most ez az úszás azért megmutatta, hogy azért még marad bennem, és tudok vegyesen úszni. Meg kell nézni tényleg, hogy melyek azok az úszásnemek és azok a szemek, amiket érdemes erőltetni. Ha azt mondják neked mondjuk 2-3 évvel ezelőtt, hogy vegyes úszó számban Európa csúcsot úszik Cseh László, akkor mit mondtál volna neki? Hát én nagyon örültem volna, akkor is 2-3 évvel ezelőtt is ez volt a célom, csak akkor ez nem volt annyira realitás, úgyhogy most ez abszolút kézenfekvő, és tényleg reggel megnéztük, megmutatom az edzőmnek az Európa csúcsot, a részidőket, és azt mondtam, hogy így papíron nem tűnik olyan lehetetlen feladatnak, és hát így úszás közben sem volt az, hál' Istennek, úgyhogy ezek nem olyan elérhetetlen dolgok, ez kell az, hogy megfelelően felkészült legyek, olyan edzésmunkát végezzek el, amire ténylegesen szükségem van, és meglegyen megfelelő önbizalmam a versenyzésre. Önbizalommal most semmi baj nincs, hogy azt jól látom. Én azt mondom, hogy nagyjából építgetjük felfele, még azt mondom, hogy azért teljes önbizalommal nem tudok semmelyik számhoz se odaállni, egy pici tartás van bennem, egy pici bizonytalanság még akad-akad, de sikerül legyőzni, de a cél az, hogy az olimpiára úgy tudjak odaállni, hogy jöhet vihar, eshet eső, bármi történhet, az ne tudjon engem kizökkenteni.